amit ez a játék nyújt, ez bebizonyította azt, hogy van értelme, van értelme csinálni és erősíteni. Mondta Kindl Gábor, a Forgassa Földért kezdeményezés kitalálója. Véleménye szerint a világ számos pontján a fiatalok értik a környezettudatosság fontosságát, és szívesen foglalkoznak a népszerűsítésével a film eszközén keresztül. Meg kell hozzá csinálni a megfelelő felhajtást, hogy ugye eljusson az emberekhez, hogy ez egy világon egyedülálló játék, amit most már ebben a témában 10 éve játszunk, 2023 tavaszán lesz a világjáték, ami is hát lényegesen nagyobbra szeretni, monumentálisabbra megcsinálni, mert a szakma mögöttünk van, tehát a filmszakma mögöttünk van, tehát az azt jelenti, hogy ők szinte bárki adja a nevét hozzá, hiszen tudja, hogy miről van szó. Jerzy Vence, Szabó István, Makkároly, Jancsó Miklós, csak néhány név, akik az elmúlt 10 esztendőben a játék mögé álltak. A program lényege, hogy 24 óra alatt kell bármilyen eszközzel filmet készíteni a megadott témában. A jubileumi évben több helyszíne is lesz a játéknak. Magyarországon Győr, Budapest és természetesen Szekszárda biztosan csatlakozó városok, utóbbi ez év októberében ad helyet a rendezvénynek. A szervezésbe ismét bekapcsolódott a Pécsi Egyetem szekszárdi kara is. Ez a program gyönyörűen igazolja, bizonyítja, hogy a fiatalok, az új nemzedék, a digitális kultúrában felnövő tinédzserek rendkívül fogékonyak, egyfelől az új technológia lehetősége irányában, a vizuális történetmesélés nagymestereivé válnak, másfelől fogékonyak a globális problémák irányában is. Ilyen globális probléma, a globális klímaváltozás, azok a környezeti problémák, amelyek hát felülelik a mindennapjainkat. A jubileum tervezett programsorozatában októberben New York ad helyszínt a legsikeresebb filmek bemutatójának, de a tervek szerint Cannes is helyet kínál majd. A legjobban sikerült alkotásoknak.